Na, sziasztok, üdvözlök mindenkit! Minden a mai videó témája az alföldi első gazdasági vasút egyik megmaradt emléke itt Békés belterületén. Ez pedig ez a vasbeton teknő híd itt az élővíz csatornán. Egyébként az alföldi első gazdasági vasútnak ez egy iparvágánya volt, ami itt a szemben látható épület vezetett. Ez egy malom épület volt régebben, de ma már a Békési Pálinka az ERT tulajdona. És ebben a malomba vezetett be ez az iparvágány. A kettős közös hídjától idáig maga a fővonal az a kettős közös hídjánál volt, és ott ágazott ki egy iparvágány a Nosztrat árházhoz, és abból ágazott ki itt még egy iparvágány ide a malomhoz. És majd mindjárt közelebbről is megnézzük azt a hidat. Azon keresztül ment át a csatorn. Most akkor megnézzük közelebbről, hogyha sikerül itt ezen a dzsumbujon áthatolni. A kisvasú töltése az már nem nagyon kivehető, mert eldózerolták. Itt a fólia sátor épült a helyére, de megpróbálom majd azt is megmutatni. Hát, legutóbb még nem volt itt ekkora dzsumbuj. És akkor itt vagyunk, átjelküldve itt ezen a dzsumbujon. Itt van maga a híd, ezért jöttünk. És hát itt körülbelül ennyi látszik a töltésből. Az épület az pont ráépült, de egyébként itt jött a kis vasút, és ezen a hídon ment át. És itt van a maga ez a vasbeton teknő híd. Nézzük csak meg is. Hopp. Ez egy 760-as nyomtávolságú vasútvonal volt, ugye keskeny nyomtáv, és talán még az iparvágány kapujának a maradványa itt látszik, de ez pedig a töltése. A sínek itt vezettek. Bemászunk itt a gazba. Ide tudom, a kerítést azt itt is felújították, ez pedig egy, megint egy... Minden ilyen elveszett vágánynál szúrósak át van, ezt én nem is értem, hogy... Ja, de itt van egyébként, itt volt az iparvágány kapuja. Ez a két betonteknő, és itt volt. Hát a... Lehet, hogy az a szemben az az épület volt egyébként a magtár, vagy hogy oda vezetett be, meg itt tovább is ment, de... Pálinka főzetelep helyen belül már semmilyen tárgyi emléke nincs a kisvasútnak se, síndarabok, semmi, teljesen átépítették az évek során. Ez már nagyon régóta Pálinka főzdéjé, a malom az valamikor, szerintem 1996 környékén, amikor átközött ide a Pálinka főzde, akkor az egészet átvette, és azóta kívülbelül teljesen felújítottak mindent. Itt már tényleg semmilyen nyoma nincsen, de ez a híd, ez megmaradt. Ennyi emléke van annak, hogy itt valaha kisvasút volt és vonatok jártak. Ezt egy személyszállító elefele, nem, itt csak tehervonatok mentek. Gabonát vittek a malomba, és aztán meg a megőrölt terméket vitték vissza a fővonalra, és hordták rá a nagy vasútra, meg hát ki a falvakba, városokba. Hát akkor ez ennyi lett volna. Így felhatóan most itt. Nem fogok most arra visszamenni, megpróbálok itt errefele tovább menni itt a töltésen, hát hogy itt egy kisebb a dzsumbúj, és el lehet menni. De hát ez, de hogy megmaradt, és egyébként voltak arról tervek, hogy ezt a hidat ipartöltető műemlékké nyilvánítsák, de tudomásom szerint ez nem történt még meg. De láttam róla önkormányzati iratokat is. Még egy ilyen 8, tehát ilyen 10 évvel ezelőtti körülbelül. Volt rá törekvés, aztán, hogy érdeklődés vagy más hiányában nem sikerült, azt nem tudom. De hát akkor ennyi lett volna, ez egy ilyen kis rögtönzött kis mini vlog volt innen Békésről. Egyébként terve van, hogy a teljes, vagy legalábbis nem a teljes, mert az sok lenne, meg ahhoz rengeteg idő kéne, de hogy az alföldi első gazdasági vasútról fogok filmet forgatni, és a meglévő, még meglévő tárgyi emlékeit meg fogom mutatni. Van egyébként Békésen is még ezen kívül, igaz, hogy nem túl sok, de lehet még találni, és itt a környéken is lehet találni még emlékeket arra, hogy valaha létezett egy ilyen kis vasút.
hálózat. Nem is kicsi hálózat volt ez egyébként, és hát így most így valaki elmenni. Itt valahol lesz egy ilyen ösvény lefelé, ahol vissza lehet menni az úton, és akkor nem kell még egyszer átmennem azon a csumbújon. De akkor ez most ennyi lett volna, akkor én te is köszönök. Innen. Köszönöm, hogy ezt megnéztétek, és sziasztok, találkozunk a következő videóba. Most csak a mai nap legalább 3-at leforgattam már. Hogy abból mikor lesz valami, azt még nem tudom, de igyekszem majd a vágással is. És amint elkészül, nyilván ti is fogjátok látni, úgyhogy köszönöm, hogy megnéztétek, ha tetszett, lájkoljátok, nézzétek meg a többi videómat is, sziasztok!